Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható június hónapban? Ezt megtekintjük most ennél az általános jóslásnál. Természetesen megrendelheted ezt a havi jóslást. Mi történik nálad június hónapban? A díjam 3500 forint. Ugyanúgy rakom ki a kártyákat, mint ahogy itt, ezen a felvételen mutatom. Ennél a nagy kirakásnál az első kártyáknak mindig egy nagyobb jelentősége van. Így a havi jóslásnál mutatja azt, hogy mi a fő téma ebben a hónapban. Az első kártya ott fent bal oldalon, ez a kutya utalhat természetesen házi állatokra is, de ennek a kártyának szimbolikus jelentése van, és utal a hűségre, azon kívül a baráti kapcsolatokra. A kutya mellett ott van ez a lilium. Ez azt jelenti, hogy jó barátságok vannak vagy lesznek, mert a lilium utal erre az ártatlanságra. Vagy valami tisztázódik a baráti körben. Amit még ez a lilium jelent a Lenormand kártyánál, az egy szexuális kapcsolat. Az lehet, hogy valaki közeledik hozzád így barátilag, de mások a tervei és keresi ezt a testi közeledést. A lilium a házzal is összefüggésben áll, és mivel itt tisztaságról van szó, az lehet egy nagy takarítás, vagy tisztázódik valami a családban. Mert a ház nem csak az otthonra utal, hanem a rokoni kapcsolatokra is. A ház mellett ott van a könyv, és az utal a titkokra, az lehet, hogy valaki a rokonságban eltitkol előled valamit. De ez a titok kiderül, mert itt tisztázódnak a dolgok. Mi lesz még fontos június hónapban? A kutya alatt ott van ez az út. Amikor sors utak kereszteződnek, és itt vannak változások, fontos kapcsolatok. Az is lehet, hogy te vagy a te lelki társad elérkezik ehhez a kereszteződéshez, amikor feltehetjük a kérdést, hogyan tovább, melyik irányba, előre vagy hátra, jobbra vagy balra, itt fontos döntések lesznek. Nem csak nálad, hanem a társadnál is. Mert ez a férfi ott alul látható, alul bal oldalon, és a felette lévő kártyák mutatják az ő gondolatait. Ami felette van, ez a kulcs, azt jelenti, hogy ő magabiztos. És ezzel a kulccsal kinyit egy ajtót, ez jelenti az ő lehetőségeit, de azt is, hogy nyitott valamire, mint például nyitott egy párkapcsolatra, vagy nyitott arra, hogy érzelmekről beszéljen. De ezzel a kulccsal le lehet zárni ezt az ajtót, és akkor az utal arra, hogy visszahúzódó, és nem nyilatkozik arról, hogy tulajdonképpen mit akar. A kulcs felett ott van ez az út, tehát ő elérkezik ehhez a kereszteződéshez, és ebben a hónapban fontos döntéseket fog hozni. Ami szép ennél a kirakásnál, hogy felét tekint, és te tekintesz felé, köztetek van ez a szív, tehát egy szerelmi kapcsolat, felette a virágcsokor, ami utal egy kellemes meglepetésre,
vagy egy ajándékra, meghívásra, tehát ez június végén várható. Mi, hölgyek, ott lent vagyunk, balról tekintve a harmadik kártya, ez a hölgy utal ránk. A felettünk lévő kártyák utalnak a mi gondolatainkra. Közvetlenül felettünk látható ez az ostor, valaki ostoroz bennünket, és ez fáj, de én úgy gondolom, hogy ez inkább a múltra utal, miről vagy kiről van itt szó. Az ostor felett ott vannak a madarak, és azok jelentik a beszélgetéseket, és kiről vagy miről van szó. Az ostor felett ott vannak a madarak, azok utalnak beszélgetésekre. Ezek lehetnek pletykák is. A madarak mellett ott van az a levél, az lehet egy hír, vagy egy szerződés, és emellett a ravasz róka, tehát itt hamisságokról, vagy hazugságokról van szó. Ezek a kártyák ott vannak a ház közelében, az utalhat a lakhelyre, vagy a szomszédokra, de a ház jelenti a szülői házat is, vagy a rokonságot, ezek lehetnek rokoni kapcsolatok is hamisságokkal. De a jövőben ez tisztázódik, és le lesz zárva ez az ügy, erre utal a kasza, ott a róka alatt. És ez idő kérdése, de a nyár közepéig rendeződnek itt a dolgok. Most megtekintjük a kártyákat ott fent, jobb oldalon. Ez a kislány utalhat gyermekekre, itt lesz mozgás vagy kapcsolatok, de ennek a kislánynak van egy szimbolikus jelentése is, és utal újdonságokra, vagy egy új kezdetre. Mellette van ez a lovas férfi, ami mozgásra utal, itt lesz egy új kezdet, pörögnek az események, és alatta látható ez a horgony, ami utal a munkahelyre. Sokaknál lesz itt munkahelyi változás. A horgony mellett ez a négy levelű lóhere szerencsét hoz. Ez eltarthat nyár közepéig, de erre számíthattok, hogy itt lesz egy új kezdet. Ez a lovas lehet egy férfi, egy új kapcsolat a munkahely területén, az lehet az ő munkája is, vagy ezáltal a férfi által szerencsétek van a munkahelyen. Amit még ez a lovas férfi szimbolizál, ez a mozgás, ez lehet sporttevékenység, vagy egy autó, és itt is megvan ez a szerencse. És most megtekintjük a kártyákat alul jobb oldalon. Ez a kígyó utal változásokra, egy megújulásra, van gyógyító ereje, és ez a nagy medve utal az erőre. Tehát meg lesz itt az életerő, amire még ez a kígyó utal. Milyen változások várhatóak, ezt jelenti ez a csillagkép, ami szerencsét hoz, de utal a spirituális dolgokra is, a hold kihat az érzelmeinkre, és ez a hajó szimbolizálja a reményt, és összefüggésben ezekkel a kártyákkal utal egy belső útra, tehát egy spirituális területre. És most megtekintjük a heteket. Az első hét, június hónapban ott felül jelenik meg az első sorban. Itt a fő téma, amit a kutya jelképez, a hűség
és a baráti kapcsolatok. Mellette ez a lilium segít abban, hogy itt tisztázódjon valami. Nem csak ami a baráti kört illeti, hanem a családi kapcsolatokat is. Valaki a környezetetekben eltitkol valamit, erre utal a könyv, alatta a róka a hamisságokra is. De a könyv mellett ott vannak az egerek. És a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, azok mindent felfalnak, tehát eltávolítanak valamit. És az azt jelenti, ez a hamisság, ezek a titkok, ezek eltűnnek, és kiderül az igazság. Ez egy jó dolog most, hogy ezek az egerek ezt eltávolítják. Amit ez a fa jelent, az egy hely, ami erőt ad nektek, amikor úgy gondoljátok, igen, ide elérkeztem, itt le tudok gyökerezni, megvan ez a vágy, ez a kívánság, de az egerek ezt is eltávolítják, és az azt jelenti, hogyha szeretnétek valamit változtatni az életetekben, mint például egy költözködés, vagy kerestek egy új helyet, ami erőt ad nektek, ez még túl korai. Erre várnotok kell augusztus végéig, szeptember elejéig. Ez a fa utal egészségügyi témákra is, mellette ez a torony lehet egy kórház, vagy utalhat egészségügyi témákra, ahol mi korlátozva érezzük magunkat, és ez utalhat erre a koronavírusra. De lesznek itt újdonságok, erre utal ez a kislány, és lesz itt mozgás, javulni fog kicsit a helyzet. És most megtekintjük, mi várható a második héten, június hónapban, erre utal a második sor ennél a kirakásnál. Az első kártya mutatja az utakat, amikor sors utak kereszteződnek, itt lesz egy fontos találkozás, vagy egy kereszteződés, ahol döntések lesznek. Mellette ott van ez a park, az utal a nyilvánosságra, az lehet, hogy kicsit ki lehet mozdulni, lesz egy kis lazítás, beszélgetések, egy kis mozgás, de ez a park utal a természetre is, vagy arra, hogy lesz arra lehetőség, hogy találkozzunk másokkal, itt lesznek fontos beszélgetések, kommunikáció, ezt jelentik a madarak, de jön valami írásbeli dolog is, ez lehet egy levél, egy üzenet, vagy egy szerződés, de ott van mellette a ravasz róka, tehát itt van hamisság a háttérben, lehet, hogy itt lesz egy hazugság, vagy valaki megpróbál becsapni benneteket, ezek nehézségek, erre utal ez a hegy, de hamarosan kiderül az igazság, ezt mutatja a nap, és ez szerencsét hoz, mert ott van ez a négy levelű lóhere. És mögötte ez a horgony azt jelenti, hogy hamarosan lesz itt egy kiút, és úgy érezzük, igen, le tudunk horgonyozni. Ez nem júniusban fog bekövetkezni, hanem körülbelül úgy nyár közepe vége felé. Ami viszont aktuális, ez a munkahely, és itt lesznek újdonságok, ami szerencsét és sikereket hoz. A harmadik hét június hónapban. Itt a kulcs áll az előtérben, és az azt jelenti, légy magabiztos, vedd kezedbe ezt a kulcsot, ezzel lehet nyitni ezt az ajtót, ezek lehetőségek, utal a nyitottságra, vagy le tudtok zárni vele valamit. A kulcs mellett ott van ez a virágcsokor, az utalhat kreatív munkára, egy alkotó tevékenységre,
vagy jelentheti azt is, hogy lesz egy kellemes meglepetés, alatta ott van a szív, a szerelmi élet területén, vagy kaptok egy ajándékot, lesz egy meghívás. Amin mi hölgyek elgondolkozunk, mert ott van a fejünk fölött ez az ostor, hogy valaki megbánt bennünket, vagy megbántott a múltban, ez fáj, ezek nem kellemes dolgok, de ott van mellette a söprű, és azért van ott, hogy ezt mi kisöpörjük, tisztázzuk ezt a helyzetet. Megvan rá a lehetőség, sőt, nagyon fontos, mert ott van mellette ez a kereszt is, tehát itt fontos döntésekről van szó, mert ott van mellette ez a kereszt, ami szimbolizálja a sorsunkat, és itt lesznek sorsdöntő döntések, változások, erre utalnak a gólyák. Ez olyan hirtelen jön, ezt mutatja ez a kasza, lehet, hogy itt lezárunk valamit, erre utal ez a kasza. Amit még ez a kasza jelent, hogy mi elvágunk valamit, azok lehetnek félelmek, de lehetnek kapcsolatok is, amikor ezeket a kapcsolatokat lezárjuk. Ami ezután következik, az kellemes. A csillagképek szerencsét hoznak, mutatják az időt is, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. A csillagképek utalnak spirituális dolgokra is. Mellette ott van a hold, az azt jelenti, ezt mi megkapjuk pontosan azt, amiről mi álmodozunk, és a hajó utal a reményre, azon kívül egy belső útra is, itt spirituális dolgokról van szó, vagy egy lelki kapcsolatról, mély érzelmekkel. Amit ez a hajó még mutat, külföldi utazások, külföldi kapcsolatok. Az utolsó hét június hónapban ott alul van, a negyedik sorban. Itt a szerelem áll a középpontban, ez a férfi tekint rá, te ezt észreveszed, itt megvan a kapcsolat, egy kellemes meglepetés, és a szív, ez a szerelem áll a középpontban. Nem csak a szerelem fontos, hanem az anyagi témák is, mert ott vannak a halak, és azok utalnak pénzügyi dolgokra. Itt kell valamit rendezni, mert ott van mellette a felhő, tehát valami itt átláthatatlan. Amit még a felhő jelent, fél év. Mivel ott van mellette ez a koporsó, itt nem a jövőről van szó, hanem a múltról. Itt vissza kellene tekinteni, mi volt fél évvel ezelőtt, az anyagi dolgok területén, mert ez a téma visszatér újra. A koporsó mellett ott van ez a kígyó, ami változásokra utal, de jelenthet egy nőt is. Lehet, hogy ez a nő pénzt követel tőled vagy tőle. A kígyó mellett ott van ez a koporsó, az jelentheti azt, hogy itt egy idősebb nőről van szó, sötét hajú, mert felette ott van a hold, azaz éjszakát jelképezi, tehát így meg lehet állapítani, hogy milyen a haja színe, tehát így lehet tudni, hogy sötét hajú nőről van szó. A hölgy mellett ott van ez a koporsó, mint mondtam, ez egy idősebb hölgyet jelenthet, de azt is, hogy valaki visszatér a múltból, és itt anyagi témákról van szó. Néhányaknál itt örökösödési ügyről lehet szó, mert ott van a koporsó, és a halak utalnak az anyagiakra, de mivel ez a felhő így elborít mindent, így nehéz jelen pillanatban tisztázni a dolgokat, mert még minden olyan átláthatatlan. De lesz itt egy kiút, mert ez a kasza elvágja a felhőt, eltávolítja,
nem csak a felhőt, hanem a ravasz rókát, meg ezt a hegyet is, és így lezárul valami, tisztázódnak az események, kiderül a valóság, de ez még eltarthat egy-két hónapig, körülbelül úgy nyár közepéig, nyár végéig lesz meg a lehetőség ezeket az anyagi dolgokat tisztázni. A kirakás végén ott van ez a nagy medve, és így zárjátok le június hónapot, az utal az erőre, és ezzel az erővel be tudjátok magatokat bizonyítani. Ez nem csak ezt a külső erőt jelenti, hanem a belső erőt is, amikor megvannak az álmok, a vágyak, a remények, sőt, ez megjelenik itt a medve felett, a hold és ez a hajó, azon kívül a csillagképek, és ha ebben hisztek, megvan ez a belső hit, akkor ez az álom megvalósul. És ez volt a havi jóslás, mint mondtam, ezt megrendelhetitek, ezek a személyes jóslások nem itt, ezen a csatornán jelennek meg, hanem egy másik csatornán, Der Meisterin des Kartenlegens. És kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!